A kommunizmusról szóló becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millió az áldozatok száma az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunytak száma eléri az 1 milliót. Rájuk emlékeztek Pest Erzsébeten. Az eseménynek a Rátkai Átló Galéria adott otthont, ahol elsőként a kerület polgármestere Szabados Ákos osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Különösen fontos számunkra valamennyi megemlékezés és ünnepi alkalom során, hogy a következő generációk valamilyen módon részesei legyenek annak a tudásnak és annak az érzésnek, amely ünnepeinkhez, megemlékezéseinkhez köt bennünket, gyökereinkhez vezet vissza. Nem véletlen egyébként a helyszín kiválasztása sem, hiszen itt a Rátkai Bandi művei között számtalan olyan a rémuralmak, a diktatúrákra utaló festmény és alkotás van, amely sokakat elgondolkodtathat és gondolkodásra kényszeríthet. Ezért is választottuk újra ezt az emblematikus helyét Pest Erzsébetnek a mai megemlékezésre. Köszönöm, hogy részt vesznek. Remélem, hogy Pest Erzsébet valamennyi lakosa velünk együtt lélekben, méltósággal emlékszik mindazokra az áldozatokra, amelyek ezeknek a borzalmas éveknek az eredményeképpen kénytelenek voltak életüket áldozni és mártírrá válni. Az elhunytak mellett a rendszer áldozata volt az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Róluk is szólt a Memento színkör előadása. Az eszme gyárosok és bankárok, és olykor finom úri emberek körében született, titkos társaságok vegykonyájában kísérletezték ki. Aztán olyan terepeken próbálták ki, mint a francia forradalom, a párizsi kommun, a nagy októberi szocialista forradalomnak beállított kulcs. Az úgynevezett utopista szocialisták közül a szabad versenyes kapitalizmusból gyorsan meggazdagodott gyáros volt Owen, de a Család és magántulajdon című műszerzője Engels beutazta egész Európát, az Angliában jövedelmező kapitalista vállalkozásának jövedelméből. Feltették a kérdést az ideológia követői. Miből élt Marx vagy Lenin és Trotsky? Milyen pénzből tartotta fenn magát például Lenin, mikor a gyönyörű svájci albokban emigránskodott? Erre még rátérünk. A recept a következő. Felbomlasztani, relativizálni az erkölcs fogalmát, demagóg, de tetszetős ígéretekkel manipulálni a tömegeket, mint szabadság, egyenlőség, testvériség, hogy az utcára hajszolt egyszerű emberekkel végeztessék el a piszkos munkát, melyet ők forradalomnak neveznek. Azonban a cél a régi politikai elit lecserélése volt. Mivel az emberek élete ezután sem lett jobb, be kellett vezetni a proletár diktatúra fogalmát és gyakorlatát. Orwell 1984 című könyvében leleplező mondatot ír. Nem azért csinál az ember diktatúrát, hogy megoldalmazzon egy forradalmat, hanem azért csinál forradalmat, hogy diktatúrát csinálhasson. A kommunizmus fogalma egyéb át az erőszakkal és a terrorral. És fazonírozni kellett a marxi modellt. A világforradalmat a leggyengébb láncszemnél Oroszországban kell kezdeni. Oroszországban, ahol még munkásosztály is csak alig létezett, na ott kell megvalósítani a proletár forradalmat. Ugye érezzük ezt az óriási paradoxont. A baloldaliság kevés, az élcsapat, az egyébként kisebbségben lévő bolsevikokból kerülhetett csak ki. Inkább ebből
pletykák szerint jóval többen sebesültek meg a forgatás alatt, mint a valós eseményeknél. Az egyik öreg palotaőr állítólag megjegyezte, a múltkori forgatások kevesebb kárt okoztak. Ráadásul az ostrom résztvevői sem voltak mind meggyőződéses kommunisták. Az ostrom után a bolsevikok a téli palotában megtalálták a világ legnagyobb boros pincéjét. A katonák részeges orgiát rendeztek a cár boros pincéjében. A kommunistáknál veszélyesebb és kártékonyabb embertípus még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, gátlástalanságuk, kultúra és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunizmus nem ismeri az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így hív, lelkiismeret. A kommunista pártokat pedig a hatalom mérhetetlen koncentrációjának eredményeként a kezdetektől a bukásokig a mindenkori pártvezetők személyesítették meg. Kun Béla, Lenin, Sztálin, Hruscsov, Brezsnyev, Rákosi, Gerő Ernő, Rilvai József, Kádár, de a marxista hit főideológusai főpapjai is voltak, mint a kegyetlen kínai kortárs Mao Zedong. Bolsevik pártvezetőinek. Eltársak a körzetétekben zajló parasztlázongásokat le kell verni. Járjatok el kíméletlenül. Intézzétek úgy, hogy a lakosság több száz versztányi körzetben tanulja legyen a megtorlásoknak, reszkessen és adja tovább a hírt. A bolsevikok minden vérszomjas kulákot megölnek. Táviratozzatok, hogy megérkezett-e az üzenetem, és hajtsátok végre ezeket a parancsokat. Lenin. Utóinat. Keressetek még több könyörtelen embert. 1918. júliusában Lenin táviratot kapott a moszkvai német nagykövettől. A Németország és Oroszország közötti baráti viszony azt kívánja, hogy havi 3 millió aranymárkával támogassuk önöket. Ha a helyzet úgy kívánja, ez az összeg jóval nagyobb is lehet. Mivel rendszere veszélybe került, Lenin új jelszót adott ki. Ebben a rendkívüli helyzetben rendkívüli terrort fogunk alkalmazni. Ígéretébe is váltotta. Ennek szükségszerű következménye az volt, hogy 1920 végére a 150 milliós orosz lakosságból 30 millióan éheztek. 5 millióan éhen haltak. Egyes területeken a parasztok elhullott állatokat ettek, sőt, emberevésre is volt példa. Nem látok lényeges különbséget a kommunizmus és a nemzeti szocializmus között. A kommunizmus a humanizmus megsemmisítésének szervezett formája. Abban például hasonlított egymásra a két totális diktatúra, mindkettőben kollektív